Több mint száz ukrán állampolgár fordult eddig segítségért Ukrajna izraeli nagykövetségéhez. Közülük öt ember tartózkodási helyét Izrael déli részén állapították meg. Jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vasárnap esti beszédében. Mint közölte, teljes az együttműködés az ukrán nagykövetség és az izraeli rendőrség között, hogy segítsenek a harcuk közé keveredett ukránokon sajnos két ukrán honfitársunk halálát megerősítették, tette hozzá. Az ukrán elnök arra kérte videóüzenetében ukrajna állampolgárait, hogy legyenek óvatosak és kövessék a helyi biztonsági erők utasításait. Zelenszky hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy az egész világ reagáljon a Hamas terroristáinak Izrael elleni támadására. Az izraeli csapatok visszaszerezték az ellenőrzést a gázai övezet szomszédságában lévő összes város felett, közölte Daniel Hagari katonai szóvívő sajtótájékoztatóján hétfőn. A katonai szóvívő elmondta, hogy még lehetnek bujkáló fegyveresek, de fokozatosan átfésülik a térséget és teljesen megtisztítják a terroristáktól a terepet. Kitért arra is, hogy soha nem jelentkeztek még annyian katonai szolgálatra az izraeli hadseregben, mint most. Példátlan módon 48 óra alatt 300 ezer tartalékust mozgósított az izraeli hadsereg. A megjelentek aránya számos helyen jóval meghaladta a 100%-ot. Sok olyan férfi is jelentkezett szolgálatra, akiket nem hívtak be. Az ukrán légvédelmi erők a következő télen az energetikai és stratégiai létesítményekre összpontosítanak, írja az ukrajinska pravda. Juri Ihnat, az ukrán fegyveres erők légjerejének szóvívője elmondta, hogy a légvédelmi erők aktívan az energiaszektor, a stratégiai létesítmények és a kritikus infrastruktúrák védelmére fordítják erőfeszítéseiket. Ugyanezt a taktikát alkalmazták tavaly télen is. Iknat hangsúlyozta, hogy az élelmiszeripart is fel kell venni a kritikus infrastruktúrális létesítmények listájára, mivel az az egyik olyan terület, amelyet Oroszország támad. Továbbá megjegyezte azt is, hogy Ukrajnának még mindig nincsenek megfelelő védelmi rendszerei, ezért minden rendelkezésre álló eszközt be kell vetnie a légi célpontok lelövésére.